Köszöntöm Önöket, ez itt a Rántotta, vendégünk pedig Szendrei Zsolt, aki hétvégén állítólag Károly. Hogy működik ez? Kettős tört személyiség, gyönyörűen ki van találva a dolog. Az előbb olyan szépen mondtad, ugye vele ezt nem tudja senki, mert már az ország nemzet csótánya, az ország szaszája, így belefér a történet. Rendben van. Hétvégén példás családi élet gyermekkel? Fordítva, hétvégén. Hétközben. Fordítva, hétközben? Hétvégén példás családi élet, hétvégén rock and roll. Így van. Mit főzöl nekünk? Rántottál készítesz? Kérlek szépen. Elég bőséges és gazdag. Action, power, zoral, tojás rántotta lesz. A története a következő. Megfáradt zenész, hajnal után hazatérve, és ugye arról nem beszélve, hogy jól lakni, aztán mindent lehet csak jól lakni, nem például, hogyha elmegyünk egy benzinkútra hajnalba enni, azt azért tudjuk, hogy ott jól, semmiféle ilyen történet nincs. Na ehhez mérten akkor reggel azért valamit kell lenni, nem is akármit, mert azért nem árt, hogyha power van egész nap bennünk. Kell a kalória. És ugye azt hozzáteszem, hogy azért egy pár zenekar félretéve mi azért úgy vagyunk vele, hogy mondjuk például én 3 órában nem nagyon szeretek enni fellépés előtt, mert akkor nem járok úgy, mint kollégáim. De most neveket nem említenék. Igen, Justin Bieber. Hát mondhatjuk így is, egyébként Thorzon Borz kollégám, akinek ugye vödröt ajándékoztak születésnapjára, mert azt mondták, hogy barátom, inkább ebbe rókázzál, ne a lábdobba. Tehát ez, mert azért visszatérve a dologra, hogyha az ember ugye telehassal megy fel a színpadra, akkor azért aztán minden van, csak énekelés, nem szédölgés. Visszatérve még egy történetre, a Kártel nem hiába lett mázsa 20 egyébként 3 hónap alatt, én még az elején benne voltam ebbe a bandába, és hát ugye akkor a fellépések előtt minden indulásnál már a MC-s nevezetű hamburgeresnél kezdődött a történet, majd utána beállás után megint elmentek vacsorázni, akkor lenyomták a bulit, és akkor hajnalban még egyszer hamburgerezés, tehát így aztán el lehet érni a mázsa 20-at, azt hiszem 3 hónap alatt. Gyorsan meg lesz. Big Daddy ezért mondta, hogy a mázsa 20 alatt nem férfi a férfi. Mit készítünk? Rántottát, hát gombát látok, füstölt sonkát, igen, sajtokat, és még akkor egy picike szalonnával is, tehát azért mondom, hogy ebbe aztán van erő. Az egész nap azért megtartja az erőt az ember. Itt nem érdemes azzal lacafacázni, hogy mindenféle az a lájtos kaját csinálni, mert hogyha az ember elindul 270 kilométert és utazik, akkor mondom, azért ritkán eset van arra lehetőség, hogy megálljunk valahol félúton enni. Kell az elő, kell az energia, úgyhogy szerintem csak kezdjük a szalonnával. Gondolom, hogy a szalonna az első. Én csinálok egy kis tüzet. Én meg saját bicskával. Szasza macsó módon saját késsel természetesen. Hát a rock and roll bicska nélkül mit sem ér. Először valamikor 90 környékén, de lehet, hogy előtte hallottam a nevedet, még az FO System kapcsán a fekete lyukban. Hát igen, ez könnyen történhetett ez a történet. Mátyás Attila, akkori gyermekkori barátom, addig piszkergáltuk egymást, amíg mondtuk, hogy valami zenekart kéne csinálni. Jerabek Csaba szint, ugye, aki egyébként annak idején általános iskolás osztálytársam volt. Ő a basszusgitáros az FO System. Így van, és akkor hát, és azt sose felejtem el, hogy a Jerabek Csabával mentünk a Margit híd lábánál, és ki volt fújva, hogy Fuck Off System, és mondtuk, hogy ez aztán jó zenekar név. Hát meg nem nagyon tudtuk, hogy mit akarunk zeneileg, mindezt azért a Mátyás Attila összefogta, hát természetesen jó sötét zenét sikerült találnom. Hát az lett Magyarország egyik legdepressziósabb rock zenekara. Zseniális. Nem depressziós. Dark zenekara volt, tehát az aztán meg nem a napfényről volt híres. De hát tegyük hozzá, hogy a 80-as éveknek az a vége, az konkrétan ugye az erről szólt, tehát ott azért nagy részében, hogyha és a kezdetbeli Cure-ra gondoljunk, nem akkor, amikor már ilyen diszkó zenekar lett belőle, de még azt mondhatom, hogy a kezdetbeli Depeche Mode is hasonló stílus. A Depeche Mode-tól mondjuk a Black Celebration album, vagy a Cure, a Disintegration, meg hát bejött akkor mondjuk a Fields of the Nephilim. Na hát a Fields of the Nephilim az meg aztán az abszolút rá, meg a Sisters of Mercy, hát tehát behozták teljesen, és akkor a kőkemény sötétséget, például VHC-ben. Az a baj, hogy most nem ugrik be, majd mindjárt beugrik az a zenekarnak a neve, akik a legrosszabb turnét mondhatják el maguknak, mert mikor Joy Division, amikor ugye már Ian Curtis, így van, amikor bejött volna a zenekarnak a siker, meg minden, akkor az előző nap fölnyomta magát a szállodába, hogy aztán meghiúsult minden. Belőlük lett végül is a New Order nevezető csapat. Serceghetünk akkor már? Nyomjuk szerintem ezerrel. Jó, hát te nyomod, jó. Szóval egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy FO System, amiben te doboltál, aztán énekeltél, aztán nem voltál.
Hát így van. De voltam még utána is, de majd akkor mindjárt kifejtem ezt a történetet. Mesélj! Ugye tényleg úgy volt, hogy dobolással kezdődött a történet. Azért még ezt hozzáteszem, hogy annak idején a Ferencvárosi Torna Klubban voltam kerékpáros, és Jerebek Csaba barátommal 1982-ben ugye megismerkedtünk a literes kőbányaival, meg az érettséginek a gyönyörével. Igen. És ezt csak úgy veszem, hogy akkoriban ugye mindenkinek tanulni nem volt kedvünk, de viszont ha lementünk a játszótérre, ott nagyon szívesen italozgattunk. Én sportoltam, ott aztán meg is számoltam, hetente 10 edzés volt. Azért jól esett, amikor rájöttünk arra, hogyha az ember fog egy hangszert, és ez a tényleg, mint a mesebeli, hogy na, te mi leszel, te leszel a dobos, és akkor tényleg a fakanalakkal mentem haza, és akkor csörömpöltem, édesapám építész lámpájáról lelógattunk egy cintányért, valakinek volt egy afrikai dobja, és még az akkori pacsirt a rádióra kötöttük rá a gitárokat, tehát ezért azért tényleg így indult az elején. És a dobolás azért az úgy az elején meglódult, meg ment is, meg tényleg az FO-ba és dobbal kezdtem, de aztán én igen-igen megóroltam arra a történetre, hogy nézegettem az énekeseket, és ezek mindig ott lazáskodtak a buli elején, a buli végén, ölelgették a lányokat, meg ilyenek. Nem kellett pakolni, se csak egy mikrofon. De aztán mondtam, hogy tudod ki lesz dobos, én nem leszek dobos, elegem volt, megyek énekelni. A Jerebek Csaba ez kicsikét meg is órolt, mert azt mondta, hogy azért nem elég, hogy jól dobol, aztán utána neki kell kornyikálni, ami az egyáltalán nem ilyen, és akkor így meg vagyunk lőve. De aztán utána igen, hát frontemberi dolgok jöttek, de akkor még az FO System nagyon-nagyon-nagyon gyerekcipőbe járt, tehát még nem nagyon voltunk ismertek, sőt, és akkor nem is úgy hát mert az hogy... első demón, ugyebár... Az első demón, vagy az nem is volt akkor még ám demó, nem. Hát ez nem. A Day of the Bloom című. Nem, hiszem, akkor mi még ilyen, még... Alien Sex Fin, meg ilyeneket játszottunk még, talán még aztán még Kátot is játszottunk, de még a korabeli, tehát még a Dreamtime-ról, meg ilyenekről. Tehát még abszolút, és természetesen nem úgy, mint mostanság a nagy megasztárok, hogy először a nagy színpadon kezdtünk, hanem kis klubokba, FMH-ba, FMK-ba, ha az Almási térre eljutottunk, hát az már hatalmas nagy szó volt, egyetlen az őrület volt, hogyha már ott játszhattunk. Hát nekem az első... Főzni azért nagyon jó egyébként, ha majd van, de csak mesélj! Én már akkor a Miklós Peti dobolt az első FO koncerten, amin én ott voltam. Mennyivel később jött a Sex Action, illetve az FO és a Sex Action között te muzsikáltál? Hát igen. Volt egy érdekes, volt egy csapatom, ugye a Berjari és a Pillangók. Hát ez egy ilyen teljesen érdekes abban dolog volt. Igen, ott dobos voltam. Tehát például ez az érdekessége, és közben ment az FO System, és aztán ott egy kicsit olyan parád és összekapás volt, mert azért a Mátyás Attila meg a Berencsi Attila azért mind a kettő azért mondhatni nagy zenei tehetség, és ezt tényleg így mondhatom ezen a helyzén. Nekem nagyon tetszett a Berjari féle képvisel dolog is, de a Mátyás Attilájékkal is, aztán ott egy kicsit én ott ellinkeskedtem a történetet, az egyik próbára nem mentem el, aztán abból probléma lett. Ilyen szigonúan vették? Igen, és kiröpültem ezek az FO Systemből, de mint teljes odaadásom és teljes óbudaiságom, meg barátságom viszont megkövetelte, hogy valahol milyen szinten visszaköveteljem magamat, és ezt nagyon kevesen tudnak a németországi turnéjára az FO System, én voltam a Ród. Tehát én voltam dobos, aztán énekes, és visszaavazsáltam magam Róddá. De ez így történt, és egyébként akkor az FO System akkor indult be. A Berjari az, hát ez 1985-88 környékén volt. És miután ez az FO-ból így kipenderültem ezen által, azért nem hagytam békén a Mátyás Attilát, mondtam, hogy de pedig csináljunk már valamit. Második éves Fekete Lyuk születésnapi buli volt, amire mondtam, hogy csináljunk egy zenekart, és akkor hát ez lett a Sex Action, innen indult. Ez tulajdonképpen... Honnan jött ez az ötlet, hogy nagyon-nagyon húzós, nagyon kemény, kicsit talán káltosnak mondható rockzenére, gyakorlatilag csak és kizárólag a szexről énekelni. Hát ez... Nem volt ez egy nagyon divatos dolog, nem. Ugyanúgy, mint az FO System. Ez is egy korszakalkotó dolog volt akkor a maga nemében. Abszolút. Tehát mondod. Mindenkit ilyen pofonszerűen ért az első Sex Action album. Gyakorlatilag mindenki arra, hogy mondjam, barátkozott az ellenkező nemmel. Erre volt ugye a történet, hogy a zenei időszak az azért alakult egy akkorát abban az időszakban, hogy
hogy a Dark után azért elkezdődött az első ilyen rockosabb megnyilvánulások. Akkor lehetett a Twisted Sisters-től hallani megint a dolgokat, akkor Alice Coopernek is már jöttek az új dolgai, és hát természetesen a nagy klasszikus, a Steppenwolfnak a Born to be Wild az újra elkezdett hódítani. Igen. Nem volt kocsma, ahol ne énekeltük volna az asztalon. Énekeltem az asztalon. Ahol ne énekeltem volna. Az asztalra állva, persze bármelyik zenekar kíséretében. A zenekarom már mindig tudtam, hogy én már benn vagyok a kocsmában, mert hallották, hogy már a Steppenwolfot játsszák, vagy Kártot, vagy éppen valamit. És természetesen mind a Guns N' Roses és az egyéb zenekarok, és hát ugye a Guns N' Rosesnak ugye azt tudni kell, hogy az Axl Rose, illetve a Tracy Gunn, aki utána az LA Gunsnak volt a gitárosa és zeneszerzője, tehát ők alapították, ez volt az első ilyen történet. És a Tracy Gunnnak mi megláttuk ugye az LA Guns nevezett zenekarát, és hát én mindenféleképpen a zenekarnak, ennek a buli zenekarnak, amit a Matyival hoztunk össze, én persze Sex nevet akartam adni. Hát ezt én erőltettem, mondanom se kell. A Matyi erőltette azt, hogy azért a Sexen kívül valami legyen benne, valami normális dolog is, tehát a blues számokat, meg minden izékat, azokat egy idő után ő, de mert mindig az volt a történet, hogy miről írjunk, hát miről, hát arról. Ne dobjunk rá valamit, nehogy megégjünk. Hagyma? Vagy először a bomba? Nem, akkor a hagymát még vágjuk bele. Oké. Nézd, az volt a lényeg az egésznek, hogy amikor ezt elkezdtük, akkor a Matyival mindig beszélgettünk arról, hogy mi nem a... Nem először vágsz hagymát, azt azért nagyon látom. Hát ezek olyan félmilliszer, félmillis kockák lesznek, kérem szépen. A végét egy kicsit mindig el szoktam rontani, de hogy nem. Tehát az volt a lényeg az egésznek, hogy a Matyi bármit is csináltunk, azért megmondta azt, hogy tűrhőbe ne menjünk le. Tehát ez a, mit jelent? Ne hagyjuk a full kretént, az egyik filmben benne volt. Az, hogyha valamit csinálunk, azért az legyen intelligens dolog, és hordozza magában az erejét, és ne az legyen, hogy hull dzsunga. Tehát nem káromkodni kezdünk, nem csúnyán beszélni, hogyha csajozásról is beszélünk, akkor valami olyan formáját próbáljuk meg, és erre tényleg az volt, hogy a történeteket nagy részében én mondogattam, ő pedig versbe foglalta ezt az egészet, zseniális versekbe. És hozzátesszük, hogy abban az időben senki nem beszélt nyíltan a szexualitásról, mint egyfajta utólag az egyik. Döbbenet volt az első album. Így van. Abszolút korszakalkotó volt. Ez ugye burkolt szövegek, a Sex Action az semmilyen szinten a mai napig sem a csúnya beszédre alapozható. Egyszerűen a szexuális téma az annyira ütött és annyira megbotránkoztató volt, mondjuk 1990-ben, mert nyíltan senki nem mert beszélni. Mondjuk, hogy egy bikinit veszünk annak idején, azt most nem is tudom, hanyas lemeze volt, hogy a Vislimről a mustára ruhádra folyt, kedvesem. Tehát ezek voltak azok, amik maximum jelengettek. Ti meg de... jöttetek ezzel a térdelj a porba. Hát gyere ide, térdeljen, én fogjál engem marokra. Igen, Korda Gyuri bácsi nagyon aranyos volt egyszer annak idején, amikor találkoztunk, mert mondta, hogy fiam, neked milyen zenéitek vannak, meg milyen szöveg, és akkor ezt elmondtam, hogy fegyverem csövét vedd a szádba, legyél öngyilkos velem az ágyba. Hogy ez milyen jó, hogy ez ízé, hogy hát ő neki annak idején tényleg csak azt lehetett, hogy a Gizike gyere a bozótba, de azonnal többet nem lehetett mondani. De mindenki ugyanarra gondol. Így, mindenki ugyanarra gondol. Jön a gomba? Egy picit még várjunk vele szerintem. Jó. És akkor tegyük hozzá már az, hogyha főzünk is, hogy a mindennek a jó alapja a jó hagyma és a jó pirítás, és ezt egyébként, hogyha egy perkeltet készítenénk, akkor ezt nagyon-nagyon sokáig kell dinsztelni. Van egy barátom, azt csinálja, igen, amíg meg nem áll benne a kanál. Hogy fölönti vízzel, elfőzi a vizet, fölönti vízzel, és csinál belőle gyakorlatilag egy hagymalekvárt. És azon pörköli meg a húst. Beszélünk, arról beszélünk, van, így van, édesapám is így készíti a pörköltet, a feleségem is ezen az úton halad. Gyermekkel a karodon érkeztél, igen, mesélj jóra. Közben azért belevágjuk a gombát, jó? Jöhet. És akkor szerintem... Példás családapa vagy egyébként? Hát igyekszem. Igen, igyekszem. Bejött nagyon, a családi nagyon szeret, élet? Igen, nagyon szeretem a kisfiamat, szeretem a családomat, igen, abszolút ez egy olyan dolog, hogy amikor sokat gondolkodtam rajta, hogy vaj, mi leszek én, vajon milyen apa lehetek én, hogy mi lehet, tehát ezt meghatározni nem lehet. Egyértelműen átformálta az életemet. És amikor azt mondtad, hogy te gyermeket szeretnél, vagy amikor egyszer csak jött a gyermek, mit mondtak a környezetedben? Nem mondták azt, hogy úristen, szasza, neked ez nem való? Nem. Nem, mert aki ismer, aki tudja, hogy milyen vagyok, és a közeli barátok, azok tisztában vannak azzal, hogy én milyen típusú ember vagyok. Még ahogy mondja az ember, hát akár a színészet, akár más tevékenységet említve bizonyos szinten, ez mindenhol szerepjátszás.
vegyük azokat az alapszínészeket, akik szegényként úgy rajta maradtak a szerepbe, hogy a mai napig nem bír belőle kijönni. Tehát ez a... De ez az, hogy valaki milyen belül, meg ez hogy van, ez és összefér a családi élet, meg a gyermek azzal a fajta rock'n'roll élettel, avval a fajta állatsággal. Hát a feleségemet le se lehetne robbantani arról, hogy ne járjon koncertre velünk, és ugye, mint az köztudott, az Oralban 6 méteres lángokat fújja, de hát ő az első, aki robog a koncertre. De tényleg? Csak utána szaladok, igen. Most is itt van és néz minket, én azért csak kinézek, hogy mit mond. Akkor ezt még egy picit. Azt mondja, hogy bólogat. Igen. Nagyon rendben vagyunk. Ilyet megbolondítjuk, azért most már jól látszik, hogy azért ebbe van. Ez elég testes lesz, az, tehát nem egy update. Ez nem az update verzió. És milyen jó illata van. Bár hozzáteszem, hogy azért is csináltuk egyébként szalonnával, mert az olaj az egészségtelenebb. Azt mondta egy kedves barátom, hogy olaj az autóba való. Így van. A kaja alá meg zsír. Az étel alá meg zsír. Így van. Rendben. Kezdünk a tojáshozni, jó. Még egy kicsit azért nyomhatod neki. Jó, adom. Elméletileg, hány tojás való erre? Mit gondolsz erre? Hát én azt mondtam, hogy négyet azért rácsaphatunk. Jó, emberes lesz. Ki tudja. Otthon is főzöl? És egy minimális, igen. Minimális ízesítő, és ugye ezt mindenki figyelt, akkor remélem, én egy kicsi fekete borsot rakok rá. És ha meg amúgy egyébként, hogyha már gomba van benne, akkor szerintem egy bazsalikomot, vagy egy kis oregánot, vagy mindegy. Tehát ezzel a fűszerrel még meg lehet bolondítani. Uh-huh. Só meg valószínűleg nem nagyon kell rá, a szalonna miatt, úgyhogy az, miatt. Hogy valakinek sótlan lesz, majd utána fog inkább sózni. És még majd a trükköt megmutatjuk, mert itt meg lesz még egy érdekessége. Közben azért elkezdem csapkodni a tojást. Mennyi ideje megy az Oral? Hát 11 éve, most volt 10 éves, most volt jubileumi koncert. Bocs, de akkor így nyomom. Úgy, én megdobálom ki. Fut a szekér ugyanúgy, mint az. Kérlek nem? Szépen, az meg pont egy olyan érdekesség volt. Igen, hála jó Istennek, rengeteg koncert van. Most érkezett Lévai Hangyási főnök Lászlótól éppen az SMS, hogy évvégéig semmi koncerten, illetve semmi üres hétvégénk nem lesz, mondjuk ez egy érdekes dolog, de... Az elég szigorúan hangzik, kinézek a feleségedre. Mit szól ehhez a feleség, hogyha nem lesz egy szabad hétvégéje sem? Mondom, hogy ott lesz, hát ott jön mindig, végig, oké. Okay. Tehát hogy nem lesz egy szabad hétvége sem. Nézd mi a hétvégénket, ugyanúgy, mint egyébként az esküvő másnapján mi szokott lenni? Esküvő másnapján? Olyan rég volt. Mit tudom? Nem, esküvő nap aznap. Lagzi. Nem a izéről gondolom. Nász éjszaka. Na, arra. Pont neked nem jut ilyen az eszedbe, ne viccelj vele. Mert nekem nem volt benne részem, tehát nem vegyük alapul a történetet, mert az esküvőnk az csütörtökre volt rakva, ráadásul azért, hogy a zenész barátok és mindenki el tudjon jönni. És hát a nász útunk az pedig hova ment, mint Debrecenbe az akkori Vekerító Fesztiválra. Ez össze volt kötve a kellemes hasznosra. Pontosan nekünk ez tökéletesen így működik. És hogy fér vele akkor az action? Mert action is van. Az action minden olyan napokon működik, meg működni fog, amikor az Oral nem. Uh-huh. Tehát ugye az Oralnak megvan a péntek szombatok, egyébként ugyanezért, hiszen az Abba a dobos benne a Hollywood Rose-ból, őnekik is le vannak foglalva ezek a napok, és ő egyébként a úgymond inségesebb hónapokra, tehát gondolom azt a január, február, március azért azok nem szokott olyan erős lenni, meg ugyanúgy azért az év vége sem, ott azért a szeptember környéken ott mindig van egy kis megingás. Tehát akkori napok olyanok, hogyha fesztiválokon esetleg csütörtökön vagy vasárnap, akkor amikor lehet, vagy duplázunk, egyébként azt sokszor csináltuk az Orallal, és az életem egy legnagyobb húzása az volt, amikor 3 koncertet nyomtam le. Egy nap? Igen, 3-szor másfél órás koncertet. November 15-én viszont szülinapi partira vagy hivatalos, igen, meglehetősen erősre. Így van. Hát, hosszú barátság, nincsenek rögök nélkül. Meg eltávolodás, meg közeledés nélkül. Szerencsére az utóbbi időben rendeződtek a viszonyok. Úgyhogy rendeztük a viszonyokat, ugye pont a világvége fesztivál. Mi is egy van arra, mint hogy az ember régi barátságokat helyre rakja. Akkor volt az Ecosystemnek és a VHK-nak egy közös koncertje. Amúgy a VHK-nak ródja lettem, tiszteletbeli ródja lettem, úgyhogy Szónusz mesternek a személy ródja vagyok és mindenese. Tehát ugye a Fritzéket is gyerekkorunk óta ismerjük, hogy mindenki jó húdáros. Így van.
És hát felmerült a történet, hogy ugye Mátyás Attila 50 éves lesz idén, és akkor egy november 15-én az A38 hajón lenne egy buli, ahol esetleg lehetne egy közös zenélés, hát nagyon úgy néz ki a történet, hogy össze fog jönni. Nagyon jó. Mert most erről meg a Gangstárnak is egyébként igen, igen kell mondani, mondjuk az nem tudom, hogy mit csinál mostanában. Akkor viszont nagyon rendben van, mert ugye van most egy action, meg van egy sex action. Bocs, akkor még egyet mondok, igen, igen, hogyha a Gangstár azért volt, de nagyon a basszus gitáros mit mondott, kinek nevét nem mondjuk ki, mert szeret szürke pont lenni. tehát ő rajta is függ. Na most még függ, bocsánat, így van, ahogy mondod. Szerintem egy kicsit róla. Most ne is tekergesd, és nézd okay. Meg, egy ilyet csinálunk vele. És akkor így hagyjuk egy kicsit, hogy ne is csavargass. Így van, és ebben szépen gyönyörűen bele fog lágyulni a sajt. Jaj, de jó. Így, és akkor erre azt mondjuk, hogy nem is fogunk reszelni rá, mert fölösleges, de ettől power a power, ettől van benne erő, uh-huh. Az oral erő benne van, meg az action is. Így van. Ezt egy picit hagyni kell, és akkor egyébként ki hogy szeretné, hogyha valaki keményebbre süti. Láttam azokat, hogy az amerikaiak azok összehajtják, az megfordítják ilyen omletként. Aki ilyen muffin beer süteményként eladni, annak az étkezési kultúrájáról az hiszem nem kell, hogy beszéljünk. Az. Mi a kedvenc ételed egyébként? Mit szeretsz legjobban? Halatmadacs mió falat szemszájnak ingere. Bővibe. Minden evő, de a pörkölt az első. Mindenben, amiben van piros paprika, egyébként ezt az egészet is, mint olyan majd mindjárt, és akkor még azt találtuk ki, hogy díszítésnek egyébként, hogy a magyar színekhez megmaradjunk, akkor egy picike snidlinget fogunk rávágni, illetve is egy nagyon én mindig mindent, akármilyen dolog van, azt én körbe nyomom piros paprikával. Igen, az rendkívül megy. Jó, nem szeretem például a tejszínes ételeket, tehát a karbonára meg egyéb ilyen nézét, mert fehér színe van, azt is beszoktam pirosozni, ha lehet. Vigyázni kell, mert néha meg egyébként átmegy lilában, meg rózsaszínben, na azt nem szeretem. Fradista az úr. De tegyük hozzá, hogy a magyar színeket kedvelem, az a lila hagymát, azt mondjuk, gondoltuk, hogy bundás kenyeret csinálunk, de hát azt nem mondtátok, hogy tojás rántottáról van szó, tehát akkor ahhoz például kifejezetten jó. Akkor egy rövid skalpolás a snidlingnek. Így, és akkor... Nagyon szépen kezd keményedni. De azt így... Járva az országot, most már azért pár tíz éve, mondhatni 30 éve, mindenhol, ahol van lehetőségünk, akkor a helyi gasztronómiai különlegességeknél mindig megállunk. Így azért sikerült például a tavalyi bajai Halászlé Fesztiválon az orallal halat nem enni. Én nem is értettem, honnan mentünk és körbejártunk mindent, és komolyan nem találtunk halászlevet. De halászlé főzött, hogy későn mentetek? Vagy? Én nem tudom, hát este játszottunk, meg izé volt, de nem azt mondták egyébként, hogy másnap főzik, vagy nem tudom. De, vagy eldugták előlünk, de hogyha Szekszárdon, Gemenc környékén, akkor ugye vadételek, mindenhol akkor Alföldön, tehát nevezetességeket, én ezeket mindig szeretem végigkóstolni. Olvastam nálatok az egyik ilyen cikket. Mátyás Attila mondta, hogy nem emlékszik, hogy mi a kedvenc kajája. Hát én megmondom neki, hogy mi a kedvenc kajája. Általában ő az a típusú zenész, és a zenészekben is van egy ilyen típus, az egyik verziója az általában a rizibizit rendel rántott gombafejjel, a másik az, aki soha a nem fél attól, hogy mit hoznak ki neki, azért szokták a rántott sajtot rizibizivel. A huligánszes kisendikének a rendelése az a zseniális, amit kész fiam azt mondta, hogy kirántott húst rizsával. És vannak akik ezeket, van aki csirke mellett, Mátyás Attila a csirke mellett szokta mindig az díjazt az egészet, meg azt, amit én nagyon jó ízben ettem, és akkor mindig kellett egy kis falatkával megkínálom annak idején. Tehát, no, én azt hiszem, ez már olyan kiválóan, ahogy van. Tényleg beleolvadgatott a sajt gyönyörűen. Nagyon-nagyon szép ez az étel, nekem ez tetszik, és tényleg igen laktatónak hát tűnik ez, első körben. Igen. Ezt másnapos gyomorra, de szerintem akkor az így le is kaphatjuk, mert perfect, ez már így. El is zárom. A sajt az gyönyörűen szépen bele fog olvadni. Én egyébként imádom, és az egészséges étkezésnek vagyok a híve, amit meg nem tudom neked mondani, hogy minek hívják a készülékemet, de egy ilyen nagy edény, és a tetején grillez is, meg a levegőt forgat. Fogalmam sincs, de láttam már olyat képen. Na, én nekem ez az új tanálmány, mert én minden hús most már ebben és olaj nélkül és zsír nélkül készítek. Ki gondolta volna rólad, hogy ilyen tudatosan táplálkozó viccest is srác vagy? Még a fűszerekről nem beszéltünk. Na, beszélj! Várj, csak visszatérve még erre, azt szeretném mondani, hogy ezzel a készülékkel én otthon olyan szinten a kacsacombot, imádom a kacsát, de ugye a kacsát megcsinálni nem könnyű. Ez a hány helyen futottunk bele, hogy aztán a kemény kacsától elkezdve minden asszaj szénni.
Szénéget, tisztelt Szenes Iván, tisztelem, mint szövegíró, de mint ételt, tehát hogy megszenesedett ételt, én azt nem nagyon szeretem, és nagyon-nagyon el tudják ezt rontani, de akár csirke combra beszélünk, a csirke melltől totál kész vagyok, mert az olyan, mint a muffin szint, tehát az, hogyha valaki csirke mellel kínál meg engem, az már olyan sértés. Miért? Mert a csirke mellett nagyon-nagyon kell tudni megcsinálni. Hát és száraz ízet, nem dolog lesz belőle, nyilván. Ehhez a készülék, ez nagyon jó, erre azt kell mondanom, hogy amikor minimális zsiradékot vesz fel, azt is csak úgy szoktam rákenegetni a kis ecsetemmel, fűszeres olajat készítek, és azt szoktam rákenegetni. Közben én ezt kiszedem erre a tányérra, amit gondolsz. Nyugodtan, és késedet visszaadom. Miután én ezt megszoktam ezekbe sütni, ebbe a készülékben, olyan szintű a kacsacomb, és olyan szintű a csirkecomb is, hogy roppan. Amikor beleroppantom, mert ahogy szeretjük, a teteje ugye a kemény, jól megsült, belül viszont finom, puha lád, és tulajdonképpen robban a csirkecombja, mert tele van nedvességgel, tehát megtartja magában. Így van. Akkor még egy picit ők. Mert ha már szép, akkor legyen szép, és akkor így kívánjuk inni. Kedves nézőink, itt a végünk. Fuss el vélünk, hogy igazán férfias legyen. Én ezt ide helyezem mellé, hogy mindenki lássa, hogy szasza, sőt így, hogy látszanak. Várj, ez még egy turnénkoszt. Nem, ezt most csináltuk. Itt a végünk, fuss el vélünk. Szasza, nagyon jó bulikat kívánok, és nagyon sok boldogságot hétközben is, hétvégén is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és nézzék meg, ilyen egy igazi zarál rántotta. Köszönöm, hogy itt voltál.